Ballagok fasora, 21 fát ültettek a végzősök gyopáros fürdőn. Maci kórház 5 év alatt több ezer játék talált gazdára. 6 gólos hátrányból fordítottak, a Csömör csapatát fogadta a Csikó Ese. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió március 26-ai keddi híradóját látják. Köszöntöm Önöket, lássuk a részleteket! Az orosházi oktatási kerekasztal kezdeményezésére még 2022-ben indult útjára a Ballagók fasora, idén pedig március 21-én ültettek fel a város oktatási intézményeinek végzős osztályai. A helyszín az eddig megszokott utcától eltérően ezúttal gyopáros fürdő volt. 2022-ben valósult meg először az orosházi oktatási kerekasztal kezdeményezése Orosházán, a Ballagók fasora tehát az évek során már hagyománnyá nőtte ki magát. A harmadik alkalomra március 21-én várták a diákokat, a helyszín azonban idén nem a Tó utca volt, gyopáros fürdőn ültették el a saját iskolájukat szimbolizáló facsemetéket. A jelenlévőket Bojtor István, az oktatási kerekasztal elnöke, és dr. Blahó János, a szervezet titkára köszöntötte, megköszönve az együttműködést és reményüket fejezve ki abban, hogy a kezdeményezés a későbbiekben és tovább bővül majd. Ezt követően a fiatalok is kezükbe vettek egy-egy lapátot vagy öntözőkannát, elültették, majd megigazították és megöntözték saját iskolájuk fáit. Az elmúlt 2 évtől eltérően az idei évben itt gyopáros fürdőn ültettük el a ballagokkal együtt ezeket a fákat, amelyek egyébként kőris és tölgyfák. Ugyanis itt a gyopáros fürdői beruházások kapcsán több fa volt olyan, amely betegség okán, előregedés okán sajnos kivágásra került, és ezeknek a helyére úgy gondoltuk, hogy méltó helyen tudunk akkor új facsemetéket ültetni. Hozzátette, bízik abban, és már a korábbi alkalmak során is elmondta, hogy azok a fiatalok, akik most a fákat elültették, később is meglátogatják őket. Évtizedek múlva pedig akár a saját gyerekeiknek is megmutathatják majd egy gyopáros fürdőntet séta alkalmával, sok-sok emléket felidézve az iskolában töltött éveikről. Munkában a városüzem. Orosház a több utcájában már elkezdték a tavasszal esedékes karbantartási munkálatokat. Volt, ahol patkázási feladatot láttak el, máshol az út állapotán javítottak. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató ZRT munkatársai az ilyenkor aktuális útkarbantartási feladatokkal ütemterv szerint haladnak. A közelmúltban a Mikes utcában az úgynevezett patkázási munkálatokkal már végeztek. A tavasz eljövetelével ugye a városüzem munkatársai elég intenzív munkálatokat folytatnak a városban. Többek között a Mikes utcában is dolgoznak. Ott a csapadékvíz elvezetésével voltak korábban problémák. Itt most az ottani árkokat profilozzák, tisztítják, új részeket nyitnak meg belőle, egész az Észak utcától a Kis István gödörig. Ezt a munkát folyamatosan végzik, és remélhetőleg így ez a probléma, a csapadékvíz elvezetés is megoldódik. Lövei Ferenc és Gyapjasné Béres Enikő önkormányzati képviselők körzetében is elkezdték az utak karbantartását. A Mező utcában és a Hunyadi László utcában szintén mart aszfalt törtanyag felhasználásával töltötték fel az útszakasz kátyúit, ami tengerezéssel tömörítettek és dolgoztak be az egyenetlenségek megszüntetése érdekében. Emellett a dr. László Elek lakótelepnél lévő egyik garázssornál a csapadékvíz elvezetőt hozták helyre. Kedves ünnepség helyszíne volt a polgármesteri hivatal kis tanácskozója. Véradóknak köszönték meg önzetlen segítségüket a szervezők és Dávid Zoltán polgármester. A Békés Csabai székhelyű Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a Magyar Vöröskereszttel együttműködve évente 2 alkalommal szervez véradást különböző településeken. Most a helyszínek között szerepelt orosháza is, ahol 31 fő adott vért. A szervező civilek szokásokhoz híven minden véradónak adnak egy tartós élelmiszercsomagot, hogy meghálálják önzetlenségüket, valamint további véradásra buzdítsák őket. Dávid Zoltán polgármester csatlakozott az ajándékozókhoz. A hivatalban biztosította a helyszínt az ünnepség számára, és maga is megajándékozta a meghívott véradókat egy-egy orosháza albummal. Köszöntőjében a városvezető háláját fejezte ki a véradókkal szemben. Szeretnék először is köszönetet mondani minden olyan szervezetnek, minden olyan személynek, aki véradás gyűjtéssel foglalkozik és ezeket a véradásokat megszervezi, és természetesen legnagyobb köszönetet szeretném elmondani minden véradónak, főleg a többszörös véradóknak, akik saját vérükkel támogatják a rászorulókat, a segítségre szorulókat. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan segítség, ami talán a legnagyobb és szavakkal megköszönni, ezt talán nem is lehet, vagy nagyon nehéz. A
most megajándékozottak közül többen is rendszeres véradók, akik örömmel nyújtották a karjukat ezúttal is. Én mindig rendszeresen szoktam menni, és akkor én nem nagyon foglalkozok avval, hogy mikor kinek a szervezésébe adok vért. Én mindig elmegyek a véradóba, amikor letelik az idő, amikor lehet menni, és akkor nekem tulajdonképpen nem az a lényeg, hogy ki szervezésében adok, hanem az a lényeg, hogy adjak. Az ajándékok átadása után Dávid Zoltán egy kis kötetlen beszélgetésre és néhány falat sütemény elfogyasztására invitálta a meghívott véradókat. Péntek este Orosház a gazdáinak tartott fórumot Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a Petőfi Művelődési Központban. Egy 70 állomásból álló sorozat része volt a rendezvény. A gazdafórum előtt sajtótájékoztatót tartott Györfi Balázsnak elnök, Kozsuk Kornélanak vármegyei elnöke és Dávid Zoltán Orosháza polgármestere. A városvezető örömét fejezte ki, hogy az országos sorozat városunkba is eljutott. Kiemelte, hogy fontos, hogy a tenni akaró orosházi gazdák minden információhoz hozzájussanak, ezáltal fejlődhessenek. Györfi Balázs elmondta, hogy egy közel 70 állomásból álló fórum sorozat fontos állomása az orosházi, különösen a mostani helyzetben, amikor a gazdáknak komoly kihívásokkal kell szembenézniük. Egy nagyon ellenséges, gazdaellenes hangulat alakult ki. Sok mindenért teszik felelőssé a gazdákat, olyanokért is, vagy legfőképpen olyanokért, amikhez nem feltétlenül van közünk, és nekünk kell elszenvedni a nagyon sok meggondolatlan, hatástanulmány nélküli ötletrohamnak a következményeit, hisz az Európai Unión belül a mezőgazdaság talán a leginkább kitett a brüsszeli döntéshozatalnak. A közös agrárpolitika nagyon szigorúan szabályozza a lehetőségeinket és a kötelezettségeinket, szemben mondjuk az ukrán termelőkkel, akiknek igazából innen Európában nézve nincs is szabály, amit be kellene tartaniuk. Az elnök a teltházas fórumon felhívta a figyelmet, hogy a nehéz gazdasági helyzetben előre kell menekülnünk. Hatékonyságnöveléssel, versenyképességjavítással, beruházásokkal, fejlesztésekkel. Ebből a szempontból jó, hogy a vidékfejlesztési program megnégyszerezett forrásmennyiséggel áll a gazdák rendelkezésére. Retro diszkóval és jótékonysági vacsorával készült az Értünk Nagy Színásért Alapítvány a Maci Kórház támogatói számára. A szervezet már 5 éve részese a projektnek, melynek köszönhetően több ezer plusz játék talált gazdára a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben gyógyuló gyermekek között. Minden vendég egy-egy plusz játékkal a kezében érkezett a Nagyszínási Művelődési Központban rendezett jótékonysági vacsorára. A bejárat mellett egy doboz várta a vendégeket, amely már az este elején szinte teljesen megtelt. A plusz játékok mellett pedig a dekorációban is megjelentek a mackók. Az Értünk Nagy Színásért Alapítvány már 5 éve részese a Maci Kórház projektjének. A március 23-ai eseményt a legfőbb támogatóiknak szervezték. A vacsorával és retro hangulatú rendezvénnyel szintén az alapítvány munkáját támogathatták a vendégek. Burján Erzsébet kuratóriumi tag kiemelte, a rendezvény célja a jótékonyság mellett a figyelemfelhívás. Ez a rendezvény ma azért jött létre, hogy egyrészt, hogy népszerűsítsük egy kicsit ezt a dolgot, mert itt a környéken gyűjtjük a macikat, és ezt a környékbeli gyerekek, akiket ugye az orosházi kórházban kezelnek, azokat szeretnénk elérni, illetve hát azoknak a szüleit, meg azokat, akik itt tudnak nekünk még macikat hozni, meg gyűjteni, akik szeretnének támogatni minket tulajdonképpen, tehát felhívnánk a figyelmet, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy ezt mi csináljuk, mert nagyon büszkék vagyunk rá, és a másik pedig az, hogy aki tud, az csatlakozzon, és várjuk a támogatókat az ügyünkhöz. A 22. tavaszi művészeti fesztivál program sorozatában március 23-án az orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola volt növendékei léptek fel a Művészetek Háza színpadán. A művészeti pályát választó diákok jó szívvel érkeztek haza egykori tanáraikhoz, és mutatták meg zenei tehetségüket. Az Orosházi Művészeti Iskola nagy hangsúlyt fektet a továbbtanuló növendékek pályájának utókövetésére. Kardosné Bánhidi Éva intézményvezető kiemelte, mindig különleges alkalom a volt növendékek koncertje. Minden évben megrendezzük ezt a koncertet, és általában minden évben más-más korosztályt szólítunk meg. Most az egyetemista, illetve az érettségire készülő zenei pályán tanuló növendékek jöttek el hozzánk, és hát nagy izgalommal várjuk a mai előadást. Az intézmény korábbi végzősei közül többen külföldön dolgoznak, nemzetközi fellépéseik vannak, de az iskola hívószavára jó érzésekkel térnek vissza. A zenei pályát választók általában tudatosan lépnek erre az útra, a volt diákok jelentős része folytatta tanulmányait.
Sokan zenetanárként vagy zeneművészként helyezkedtek el. Benkő Katalin, egykori orosházi növendék elmondta, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti karának hallgatója. A zenei pályán képzeli el a jövőjét, szeretne zenekarban játszani, illetve tanítani. Csupa szép élmények, mindig nagyon szép és nosztalgikus visszajönni ide a zsinagógába játszani. Nagyon kellemes volt mindig is itt. Ökörös Zsuzsanna örömmel érkezett egykori iskolája fesztiváljára. Elmondta, nagyon jó zenei alapokat kapott Orosházán, szép emlékeket őriz tanárairól. Berlinben a Zeneművészeti Egyetemen tanul Zempléni Szabolcs kürtművész iránymutatásával. Még 4 évet vagyok Berlinben, és utána én szeretnék maradni masterre is, viszont én már jövőre elkezdem próbajátékozni akadémiai állásokért Németországba, most például Hamburgba lesz a következő. Ez azt jelenti, hogy a tanulmányomat tudom folytatni, de közben egy zenekarnál fogok kisegíteni. A volt növendékek közül a koncerten fellépett még Frankó Lilla, Mihalik Pálma, Majsai Bálint és Kulcsár Zsófia. Mint megtudtuk, a visszajelzések alapján az orosházi Liszt Ferenc alapfokú művészeti iskolában végzettek, megállják a helyüket a továbbtanulás során és nemzetközi szinten is. A tavaszi művészeti fesztivál programja fúvós üdös koncerttel folytatódott. Az utóbbi időben kisebb hullámvölgybe került az orosházi női kézilabda csapat. A múlt héten a Sise elleni győzelemmel elkezdtek kikapaszkodni a lányok a gödörből, szombat este pedig ezt folytatták hazai pályán a jó erőkből álló Komárom ellen. Az első gólt a vendégek szerezték, de ekkor vezettek először és utoljára a mérkőzésen. Barát Berta és Rácz Panna góljaival gyorsan fordított a hazai együttes. Egy ideig tartották a lépést a tartalékos vendégek, de a 10. percben már 6-3 állt az eredményjelzőn. A 24. percben ki is alakult a legnagyobb 7 gólos különbség. A szünetig 2 gólt lefaragtak a vendégek, 17-12-es orosházi vezetésnél vonultak a felek pihenőre. A második játékrész elején, mintha az orosházi lányok egyik pillanatról a másikra elfelejtették volna, hogyan kell gólt lőni. Támadásban technikai hibák, rossz lövések, hibás döntések váltották egymást. Nehéz volt, de igyekeztem a lányokat támogatni hátulról, és biztos pontot adni, hogy ha a támadásban nem is megy úgy, akkor legalább védekezésben legyünk stabilak. Szerencsére hátul remekül dolgozott a csapat, a Komárom is nehezen találta a rést, de azért folyamatosan zárkóztak. Az utolsó negyed órában aztán ismét sikerült egy kisebb hazai előnyt építeni. Az egy gólos előnyből az 53. percre 4 lett. Izgalmas végjáték alakult ki. A végén Kenyeres Barbara alakította ki a 23-19-es végeredmény, ami újabb fontos 2 pontot jelentett. Első fél időben parádés támadójáték, második fél időben meglőttünk 6 gólt, tehát igazából az ellenfél semmit nem változtatott, nem mertünk kapura nézni, mindenki csak megint tologatta a labdát, a felelősséget nem vállaltuk föl, de hát hála Istennek, hogy a védekezésünk a második fél időben stabil volt, és mellé párosult egy nagyszerű kapus teljesítmény. Zengőalföld orosházi K.A. a Komáromi vs. 23-19. Március 24-én végre megkezdődött a felsőházi rájátszás a Csikó SE kézilabdázói számára. Az első találkozón rögtön a nehéz ellenfél, az MB2 G csoportjának győztese, a Csömör érkezett az ötvös csarnokba. Egy rémálomszerű első fél időt egy álomszerű második követett, a játékosok 31-29-el zártak. Csömöri góllal vette kezdetét a vasárnap esti találkozó, majd a Csikóházi góllövő listáját vezető Szász Bálint szerezte meg első találatát. A mérkőzés kezdetén még viszonylag kevés gól esett, mindkét csapat hagyott ki zicsereket, orosházi részről pedig Pajkó László is bemutatta első védéseit. A 10. percben is még csak 3-3 állt az eredményjelzőn, már ekkor érződött, hogy egy küzdelmes, hajtós összecsapásra van kilátás. Ezt követően azonban az erőre kapó vendégcsapat akarata érvényesült az első játékrész végén, akik a 23. percben 7-10-re húztak el. A két csoport alapszakaszának győztesei még növelték is az előnyüket, 10-15-ös állással vonulhattak pihenőre a felek. Ismét vendégtalálattal folytatódott a játék, ráadásul a második félidő első perceit is a kevesebb találat és a több kihagyott zicser jellemezte. Állandósulni látszott a 4-5 gólos különbség, viszont a 40. perc környékére, mintha új erőre kaptak volna a Csikó kézilabdázói. Remekül szállt be a mérkőzésbe a fontos találatokat szerző Lászlai Szabolcs, és a csapatkapitány Pásztor Máté is a legjobbkor volt eredményes. Fokozatosan dolgozták le hátrányukat, a csömöriek ellenben a mérkőzésnek ebben a szakaszában több helyzetet is kihagytak, így pedig egy fantasztikus felzárkózást megkoronázva a 43. percben az orosházi játékosok kiegyenlítettek.
Itt azonban még nem volt vége, sőt a java még csak ezután következett. Száz Bálint is új erőre kapott, és magabiztos kézzel értékesítette a megítélt 7 métereseket, de a Csömör sem hagyta magát, a 45. perc környékén még 19-20-ra ők vezettek. Ekkor azonban a Csikó szempontjából a mérkőzés legjobban sikerült percei következtek, mert nem csak ismét megfordították a találkozót, de a lendületet megtartva most már ők léptek el előbb 2, majd 3 góllal is. A vendégek ekkor szépítettek, utána viszont az egyik meghatározó játékosuk, Bátki Patrik piros lapot kapott, Bajkó László pedig újabb szép védést mutatott be. A félidei 5 gólos hátránya vége felé 5 gólos előnyé alakult, beálló poszton Simon Boldizsár szerezte meg a mérkőzés utolsó látványos orosházi találatait. A végén a Csömör játékosai ugyan még feljebb zárkóztak, a győzelem azonban ekkor már nem forgott veszélyben, így egy őrült, izgalmakban gazdag találkozót követően a Csikó Ese kézilabdázói 31-29-es győzelemmel kezdték meg a felsőházi rájátszást. Az első fél idő az borzasztó volt, ott zicsereket, átlövéseket, csomó hibánk volt támadásban és védelemben is. A fél időn, amit megbeszéltünk második fél időre, ott a második fél idő elején azok bejöttek, és összeállt a védelem, támadásban is ott már az ellenfél hibázott többet, ott sokkal több helyzetünk volt, amiket az első fél időhöz képest a második belőttük, és ott utána pedig a szív akarata diadalmaskodott, mentünk előre, és ilyen szuper közönség előtt meg nem lehetett más, mint hogy győzünk. A Csikó játékosai a felsőházi tabella második helyén mindössze 1 pont különbséggel, 11 egységgel követik a mezőtúrt, a harmadik Törökszent Miklós 9 ponttal áll. A játékosok legközelebb idegenben lépnek pályára, április 7-én Üllőre utaznak. Szomszédvári rangadót rendeztek március 23-án a Békés vármegyei labdarúgó bajnokság 18. fordulójában. Az OMTK Ule a nagyszínás együttesét fogadta a Mátrai stadionban. A héten edzőváltás előzte meg a szomszédvári rangadót. A lemondott Buza Barnabás helyett a csapatkapusa Bordás Dániel irányítja a kispadról a csapatot. Segítője Huszár Gergő lett. Szakmai tanácsadónak a több NB1-es csapatnál tevékenykedett Boyer Gábort kérte fel az Ule vezetősége. A hétközi váltás nem zavarta össze a fejeket Orosházán. 2 gyors góllal már a 10. percben eldőlt a mérkőzés. Az 5. percben Kasuba beadása után Juhász Jónás fejelt a hálóba, majd a 9. percben Juhász visszafejelt labdáját, Miszlai lőtte a kapuba, ezzel már 2-0-ra vezetett az Ule. A 21. percben csiki-csuki akció végén bónus passzolt önzetlenül Miszlai elé, az orosházi csatár könnyedén gurított az üresen maradt kapuba, 3-0. A félidő végéig Babolek és Szabó Ákos szerzett még gólt, így 5-0-val vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrészben a nagyszínás rendezte sorait, ennek ellenére Babolek és harangozó találatával tovább növelte előnyét az orosházi csapat. Az egész mérkőzés során nagy kedvel és ötletesen játszó UMTK Ule 7-0 arányban nyerte meg a meccset. Az orosházi csapat március 30-án 15 órakor a meggyes bodzást fogadja a Mátrai stadionban. Most lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Ballagók fasora, 21 fát ültettek a végzősök gyopáros fürdőn. Maci Kórház 5 év alatt több ezer játék talált gazdára. 6 gólos hátrányból fordítottak, a Csömör csapatát fogadta a Csikó Ese. Önök az Orosházi Városi Televízió március 26-ai keddi híradóját látták. Friss hír összefoglalóval legközelebb pénteken várjuk majd Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!